üdvözlet mindenkinek, szép napot kívánok! 2017. 4. hónap 18. 200 méter után az utca végén fordul jobbra. Mindjárt dél. És megkaptam, hogy merre felé fordulj kell indulni. Még a konkrét feladat nem érkezett meg, csak az, hogy induljak el egy francia város felé. Úgy most ez van. Elindulok abba az irányba, aztán majd útközben vagy megjön a konkrét feladat, vagy majd ott a közelbe félreállok, azt megvárom, mire... Kövesd az utat több mint 8 kilométeren keresztül. Mire megszületik, úgyhogy... Irány! Bordeaux felé kell menni. Igen, most itt vagyok Le Mans-tól vagy 50 kilométerre délre. És most pedig az A10-es autópályához kell eljutnom Bordeaux irányába. Úgyhogy pillanatilag ez a feladat. A 80 kilométert ilyen Bundesutakon kell menni. Mondjuk mehettem volna autópályán is, de az nem ennyire látványos. Úgyhogy inkább errefelé jöttem, erre rövidebb, és nem kerül semmibe, ingyen van. Nem volt tiltótábla, nem volt semmi. Vagy ki a harmadik kijáraton. És mégis sokkal látványosabb, sokkal szebb, nem olyan egyhangú, mint az autópálya. Na, gyere tesó! Vagy ki a harmadik kijáraton. Nekem ez így sokkal jobban tetszik. Én szeretek Franciaországban ilyen úgynevezett Bundesutakon járni. Elég sok klassz helyre el lehet jutni. Kövesd az utat több mint 10 kilométeren keresztül. Mekkora nagy cserép. És benne a... mi ez valami? Bokor, vagy mi a túró ez. Ez is teljesen egyszerű, egy aszfaltozott járda, de mégis jól néz ki, jól mutat minden. Na, rendben van az egész. Ez a ház is milyen jól nézett két jobbról. Meg a többi is, nagyon jól néznek ki. Nekem legalábbis nagyon tetszik. Szépen gondozott sövény, szuper. Hogy gyorsan mész? Bocsika, igen, 51-el megyek már, vagy 52-vel, nem is tudom. Kicsit nem figyelek oda, akkor nyomom a gáz, mint az őrült. Az autópályára. 400 méter után körforgalom, hajts ki az első kijáraton. Éj, hogy virágba borult itt is minden. Tours városánál. És itt megyünk az A10-es körforgalom. Hajts ki az első kijáraton. A10-es számú autópályára kell felhajtani. Tarts jobbra. Bordeaux felé. Hát most itt még 85-ös tír.
de lehet, hogy itt még 85-ös, aztán majd onnan megyek át a 10-esre. Lényeg az, hogy a 10-esen kell majd tovább menni Bordeaux irányába. És szerintem időben sem volt rosszabb, mint hogyha én autópályán jöttem volna, mert ott meg vagy 40 kilométerrel hosszabb maga az út. Így meg, hogy errefelé jöttem, így meg szerintem nem volt sokkal több idő. Kövesd az utat több mint 20 kilométeren keresztül. Oké. Útépítés. Útépítés miatt kell lassabban haladni egy kicsit. Autópályáról le kellett jönni, és van itt megint egy pár kilométer még. Még 13 kilométer ilyen főútvonal. Erre pedig is nagyon népszerű a repce, ahogy látom. Szépen kivirágzott. Ha, micsoda öreg autó itt jobbra! Nem is egy, kettő. Hát igen. Itt a harmadik, egy pick-up. Itt állt bent az udvaron. Rövidesen a felrakóhelyhez érkezek. Remélem, hogy ma lesz rakodás, még csak 2:45 van, hogy csak megrakják még ma, aztán el is tudok indulni Németország irányába. 400 méter után a körforgalmat követve fordulj jobbra, hajtsd ki az első kijáraton. Ott van a Zona Industrial, lesz, az kell nekem. Jó, na majd rakodás után jelentkezek újra. Azt mondja a navigáció, hogy... Hajts ki a harmadik kijáraton. A harmadik kijáraton tiltás van. De hát ott nincs tiltás. Itt a első kettőnél tiltás. Itt meg Zona Industria, nincs tiltás. Úgyhogy akkor lehet menni. Ú, gyerekek, mekkora tréler van itt. Azt a mindenit. Mennyi kereke van, milyen hosszú. Ez betyáros darab. Érkezés a célhoz a jobb oldalon. Na. Waberelszes céges buli lesz, gyerekek? Vagy mi ez? Ott egy Waberelszes, itt egy Waberelszes, kint a másik parkolóban is láttam egy Waberelszes. Na, megjöttünk. Na kérem, rakodás megvolt. Megtörtént. Németországba kell vinni az árut. 1000 kilométer körülbelül a távolság. Látszik, a Waberelsznél ez ilyen sűrűn látogatott hely. Követve tovább egyenesen. Harmadik kijárat. Hát ez nem valami franciás volt ez a vasúti átjáró. Ugyanis itt a... Ugye amikor mentem befelé, akkor két Waberelszes kamion állt a parkolóba. Itt kint az Intermarché parkolójában is láttam egyet. És aztán, amikor bementem, akkor ugyanoda jött rakodni egy Waberelszes kollega. Aztán, mikor jöttem kifelé, akkor megint érkezett egy kollega, úgyhogy úgy látszik, hogy itt elég sokat megfordulnak. Én nem jártam itt annak idején. 400 méter után a körforgalmat követve fordulj balra, hagyj ki a negyedik kijárat. A kollégával nagyon jól elbeszélgettünk,
segített nekem, én segítettem ő neki. A körforgalmat követve fordulj balra, negyedik kijárat. Lekötni az árut, úgyhogy így el voltunk. Ahogy mondani szokták, el voltunk, mint a befő. Hagyj ki a negyedik kijáraton. Na most megyek valameddig, ameddig tudok, aztán majd holnap reggel lesz igazából a nagy menet. Holnap már elvileg oda kell, hogy érjek valahova a lerakóhely közelébe, mert aztán majd csütörtök reggel lesz a lerakás. 400 méter után a körforgalmat követve menj tovább egyenesen. Gondoltam én egy merészet, és navigációt átállítottam gazdaságos üzemmódra. Mert ugye itt el kéne menni Párizsig, és akkor onnan tudnék menni az M4-esen, vagy pedig lent itt Orleán fölött a 19-es, meg nem tudom én még vanyas autópályákon Nancy felé tudnék menni. De hát az meg úgy drága, meg hosszú, hosszabb, mint ami útvonalat most kitalált. Itt le kell menni a pályáról, azt mondja, és ilyen B-jelű. 900 méter után a körforgalmat követve menj tovább egyenesen. B-jelű utakon visz el az M4-esig, és akkor az M4-esen meg Nancy, Metz, és akkor úgy rá az A4-re, és akkor megyek át Saarbrückennél Németországba. Eddig aránylag egész jól ismerte a tiltásokat. Jó, mondjuk ellentmond ennek az előbbi eset, amikor nem volt tiltás, és ő mégis úgy jelezte, hogy tiltás van. Hát ez még a jobbik eset, mintha vinne tökön babon keresztül, mondván ő úgy tudná, hogy nincsen tiltás, az közben meg mégiscsak van tiltás, úgyhogy itt errefelé elvisz. És néztem, szerintem jó lesz ez így. Egy pár kilométerre rövidebb, mintha amarra mennék. A körforgalmat követve tovább egyenesen, második kijárat. Hát így az ilyen főutakon lehet találni ilyen helyeket, mint például itt is ez az Intermarché. Hogy itt meg lehet állni vásárolni. Aha! Na. Hagyj ki a második kijáraton. Ez nagyszerű. Kihajtunk a második kijáraton. Hát Orleán felé tiltás van, de én nem Orleán felé akarok menni. 300 méter után a körforgalmat követve menj tovább egyenesen. Ott van még. Ki a második kijáraton. Orleán felé tiltás, de én nem Orleán felé akarok menni, hanem arra Paris. A körforgalmat követve tovább egyenesen. Második kijárat. Víz, ez elég büdös. Gondolom annak van valami szaga, amit itt termetem egy spriccel az a gép. Megy a locsolás. 900 méter után körforgalom következik. Ja, hát megyünk. Körforgalom, körforgalom hátán. És itt egy traktor hajtású öntöző berendezés. Ja nem.
nem traktorhajtású. Azt hittem, hogy a traktor maga a szivattyú is, de nem. Tévedtem. És tessék megnézni, D2020-as számú főút, 2x2 sáv, és D-jelzésű 20-20, az a szám, 2020. Óriási, úgyhogy teljesen jó. Ha ilyen lesz végig, akkor az tökéletes. Hát a D2020-ból lett N20. Egyetlen egy problémám van ezzel az útvonallal, hogy nem ismerem. És van még másfél órányi időm. Meg kéne állni valahol. De nem ismerem, hogy hol vannak itt errefelé parkolók, meg a navigáció sem tud túlzottan sok parkolót. Hát elég sok ilyen útmenti ilyen öböl parkoló van. Ez a billegős. A legrosszabb esetben megállok valami ilyen billegősbe, aztán készen most nem tudok mit csinálni. Na majd meglátjuk. Van még másfél óra, úgyhogy az alatt még találhatok valami normálisabbat is. 300 méter után fordulj ennyi jobbra. Ja, azt mondja, hogy itt hajd csak le erről a körútról. Fordulj ennyi jobbra. Tiltó táblát nem látok, úgyhogy így hiszek neki. 150 méter után az utca végén fordulj jobbra. Fordulj jobbra. Jön egy autó, ez elmegy, és akkor utána ki tudok csapatni. Szép nagy évbe. Egy kilométer után a körforgalmat követve menj tovább egyenesen. Eddig teljesen jól tudja az utat. Sehol semmi problémába nem ütköztem. Hát remélem, hogy ezen túl is továbbiakban is így lesz. Idáig teljesen jó. És most, ha jól olvastam, vagy jól emlékszem, akkor egy úgy írja, hogy Étámpes, az a város neve, ahol most éppen vagyunk, és zöldre vált a lámpa. Már is megyünk tovább. Itt errefelé viszont nem számítok túlzottan nagy teherforgalomra. De igazából az a 20-as, N20 az volt az igazán transit útvonal. De jól néz ki ez a park is itt jobbra tőlünk. Itt gondolom ezen az úton meg lesznek úgy szintén valami ilyen kis billegős parkolók, hát valahol csak meg tudok állni. Igen, keresztezzük az A6-os autópályát. Körforgalmat követve tovább egyenesen. Második kijárat. Azt néztem a térképen, hogy az A6-os alatt fölött valahogy ott át kell menni. Hagyj ki a második kijáraton.
mert úgy látom például itt is szoktak parkolni. Aha. Volt valami időkorlátos tranzit tiltás, de egy nem kilométer után körforgalom következik. Nem jutottam a végére, hogy hogy is volt az 7-től 20-ig, vagy fordítva. Vagy az nem tudom mire vonatkozott. Na mindegy, hát remélem, hogy nem mostanra. Most lesz egy parkoló, de én itt nem állok most meg. Itt van egy órám, hogy gondolom lesz még akár hasonló parkoló. És hát nem tartom kizártnak, hogy nem nagyon kellett volna nekem errefelé jönni, legalábbis az a tranzit tiltás, de hát azon a táblán annyi szöveg volt, hogy ha tudnék franciául, akkor se tudtam volna végigolvasni, de valami reggel 7-től este 8-ig tartott a tiltás, legalábbis úgy volt, valami olyasmi volt odaírva, és hát most viszont már 3:49 van, úgyhogy ha tényleg úgy van, hogy reggel 7-től este 8-ig, akkor nagy baj nem lehet. De eddig nem találkoztam egyetlen kamionnal sem, meg ilyen nagyobb parkolót sem láttam, ami esetleg kamionok parkolására szolgálna. Úgyhogy ez akkor ezek szerint nem egy tranzit útvonal. De hát remélem, hogy nem lesz semmi probléma. Mondjuk nem néztek furcsán az emberek, jöttem át egy-két kisebb településen, és volt egy-két ember az út mentén, és nem néztek rám olyan csúnyán, hogy na, mit keres itt ez a nagy benga. Már remélem, hogy nem lesz semmi gond. Itt is van egy ilyen félreállós parkoló, hogy azért ilyenek vannak. Hát legrosszabb esetben majd megállok egy ilyen helyen. És itt valami nagyon komoly lejtő következhet, mert figyelmeztető tábla, 6%-os lejtő, maximális sebesség 70. Lemegyünk valami hatalmas völgybe, ahogy látom, meg kanyarok, minden itt már 50. Nagy valószínűséggel itt sok baleset történt. Túlzottan nagy tempó miatt, és ezért ez a sok nagy figyelmeztetés. Érkezünk valami lakott területre, és itt is van egy 7 és feles tábla, óriási. De itt is reggel 7-től este 8-ig. Az meg már elmúlt. Úgyhogy akkor elvileg most lehet menni. Remélem, hogy tényleg így van. És nem lesz belőle semmi probléma, hogy én itt errefelé csatangolok. Hát igen, ez valami eléggé régi építésű településnek látszik. Magasság és egyéb korlátozást nem láttam, úgyhogy viszont szemből jön egy autó. Nem is egy, kettő. Ejha. És ez itt két irányú, óriási, gyerekek. Ez hihetetlen. Hí!
Hát igen, ezért van itt a tiltás valószínűleg. Mert itt aztán nem könnyű, ha szemből is jön valami nagy gép, akkor itt vége a dalnak. Ajaj. Ajaj. Igen. Személyautó jön, mi lesz vele? Gyere. Ő ott befordul, aha, jó, oké. Nagyszerű. Ó, ott jön a következő. Megállsz? Nagyon jó, óriási, köszönöm szépen. Nagyon rendes fickó, félrehúzódik. Nagyszerű, köszönöm. Köszike, aranyos vagy. Igen, akkor emiatt van itt ez, hogy este 8-ig tiltja a tranzitot, mert itt napközben, ha itt van forgalom, akkor itt ez nagyon cirkuszos. Így akkor tényleg ez lehet, jól sejtem én, hogy este 8-ig, reggel 7-től. Na mindegy, akkor ezt az útvonalat, ezt el kell felejteni erre felé, ezen a D837, ha jól emlékszem, az a száma. Erre felé nem igazán kell jönni, mert itt problémák lehetnek. De most eddig még sikeresen megúsztam. Már van itt bent a nagy cég, nagy autókkal. Túl gyorsan mész. Itt az Intermarché-nál itt parkolnak néhányan. Tehát a helyi vagányok azok ismerik a szokásokat, hogy hol, mit, merre. Parkolni, meg ilyeneket, meg gondolom ő nekik van. Aj, de jól néz ki itt jobbra ez az épület, de nagyon elhagyatottnak látszik. De igen, itt 30-as zóna van ezek szerint, jól. Jó sejtem. Igen, itt a vége. Nézzünk oda! Itt van egy ilyen nagyobb parkoló. Hát! Van még 55 percem. És az a nagy alok, hogy én megálljak itt, vagy tovább menjek. Mondjuk elég elhagyatott helynek látszik. Na mindjárt megnézem, hogy merre felé kell itt tovább menni, hogy lesz még időm. Hát elmegyek én tovább, mert lesz ott útközben még egy benzinkút is, nem túl messze. Úgyhogy megkísérelek én elbandukolni odáig, ha bár az egy elég kicsi kis útnak látszik, de hát ha. Hát, ha lesz ott lehetőség egy kamionnak parkolni. Nézd, már szemből valami nagyobb jármű érkezik. Nyerges. Ja. Na, itt van ez a benzinkút, amit én láttam a navigáción, de ez ki van bójázva. Úgyhogy ez zárva. Megyek tovább. Van még idő. Méter után fordulj balra. Valami város
Nem tudom a város nevét megmondani. De bent vagyunk elég rendesen a városba. Aha. Na kár volt beljebb jönnöm, mert a jobboldali sáv is arra megy, amerre nekem kell menni. Na mindegy. És itt elvileg majd valahol talán nem tudom, hogy hol lesz parkolási lehetőség. Fordulj balra. Mert itt bent a városban, itt nem láttam. De aztán figyelni kell, hogy hátha mégis lesz két valahol. 2 kilométer után körforgalom következik. Mert most már azért erősen fogytán az idő, van még 20 percem. Aha. Igen, ott érintem az autópályát. Hát, meglátjuk. Itt én megállok. Ez itt kamionparkoló, vagyunk itt többen. És itt leszek én éjszaka, mert most már igen-igen végét járja az időm. Egy kicsit előrébb jövök, hogy egy személyautóval várakozni tilos, ez kifejezetten teherautók számára van fenntartva, úgyhogy megint mázlista vagyok, de van még 12 percem. Tehát itt jövés-menés lesz éjszaka, meg minden, de hát ez van. Jó az albókám, úgyhogy kibírom. Jó reggel! Jó reggelt mindenkinek! 2017. negyedik hónap 19-e van. Jó, az anyját itt meg jön. Másik is jön, harmadik. Ah, jönnek itt egymás után. Most. Szóval mi van a harmadik, negyedik hónap, április 19? Reggel 6 óra 55 perc. A pihenő az letelt szépen. Szerencsére nem volt különösebben nagy forgalom. Meg nem is zavart, én elaludtam, aztán annyi. Rubel lesz, azt írja, hogy Rubel lesz. Hát van még 750 km a lerakóig. Így a mai kilométer után a körforgalmat követve menj tovább egyenesen. Mai terv, hogy menni, ameddig csak lehet. Gyerekek! Éreztem én, hogy
nincs igazán meleg. Túl gyorsan mész. Egy egész Celsius fokot mutat a hőmérő, 1 Celsius fok, ami azt jelenti, hogy fagypont közel járunk, fagypont közeli a hőmérséklet. Hát és le is vannak fagyva az autók, nézd meg. Autó szélvédőjele van fagyva, itt meg sárga a lámpa, és most meg már piros, meg a tető is le van fagyva itt jobbra. Derék. Akkor bejött az áprilisi fagy. Na, itt jobbra mellettünk is látszik egy gyönyörű tábor. A körforgalmat követve tovább egyenesen. Második kijárat. Hát nézem én ezeket a lakókocsi táborokat, hogy a csodában van ez. Tehát tele van velük az ország. Ilyen vándor cigányok, vagy nem tudom én. Kövesd az utat több mint 10 kilométeren keresztül. Vitry-le-François nevű helyre érkeztünk. Előző kubarba úgy szintén erre felé volt a menet, csak akkor pont ellenkező irányba. A körforgalmat követve fordulj balra. Harmadik kijárat. Nagyon szépen kinyíltak itt is a virágok. Hajtsd ki a harmadik kijáraton. Kizöldült minden. Itt sincs az a nagy meleg. Mennyi az idő? Mindjárt 10 óra. 600 méter után a körforgalmat követve fordulj balra. Van összesen 6 fok. Hogy nincs az az eszetlen meleg. Ismét érkezünk az egyik kedvenc helyemhez. Hagyj ki a negyedik kijáraton. Véleményem szerint nagyon jól néz ki. Érdekesek ezek a fák. Jobbról-balról, ahogy vissza vannak vágva. 1 kilométer után a körforgalmat követve fordulj jobbra. Ha valaki netán mondta volna, hogy egészségemre, akkor köszönöm szépen. Na ez az, lámpa váltott, úgyhogy indulás van, gyerekek. Itt is jobbra milyen jól néznek ki azok a tulipánok. Meg a többi virág.
kiérünk a településről, és tovább folytatjuk a hosszú és unalmas utazást az N4-es számú főúton. Saint-Dizier közelében járunk, és itt van egy katonai repülőtér, épp most fordul a fejünk fölött egy katonai gép. Hangját talán lehet majd hallani. Úgy látszik, ma ilyen repülési nap van. Hát most megállni nem állok meg. Ugye olykor-olykor idáig jöttem el, itt vettem ki a 45 percnyi szünetet, hogy hát, ha közben látok felszállógépet vagy valamit. És egyszer-kétszer volt is, hogy sikerült videóra venni. De most nem állok meg. Egy menet közben talán hát, ha látunk vagy hallunk valamit. Sebességmérő készülék jobbra. De 70-es a sebességkorlátozás, és megyünk 50-nel. Biztos, ami biztos alapon. Tőlük jobbra nem tudom, mennyire látszik esetleg. Hát szerintem nem nagyon fog látszani, most száll le egy gép. Most ereszkedik. És teszi le magát a leszálló pályára. Hát azt... A felvételem biztos, hogy nem látszik, és ez nem is katonai gép, most nézem, ez egy ilyen sportrepülőgép. Valami Cessnához hasonló szerkezet. De most viszont, hát nem tudom, hogy mennyire fog látszani, de ott szembe ott megy egy gép, az viszont már vadászgép, így innen nézve, és lehet, hogy most fog ráfordulni a leszálló pályára, mármint a nem is tudom, hogy mondják szaknyelven. Ha egyáltalán le akar szállni. Ki tudja, ott a fák fölött, bal oldalon a fák fölött ott van a gép. Hát most az fordul és beszállni készül, vagy mit csinál. Az igen valószínű, fények bekapcsolva. Hogy most jön itt balra felettünk. Hát egy kicsit fújdogál a szél, billeg is a gép rendesen. Masszi közelébe járunk. Már a 31-es számú autópályán. Azt csodáltam, hogy milyen jól néz ki ott szembe a domboldalon ez a sárga repce hölgy, hogy megvilágítja egy kicsit a nap. Elég hüvike van még mindig, gyerekek. Mindjárt él, és még mindig csak 6 fokot mutat a hőmérő. Az előbb meg 5 fok volt. Valami nagy hideg hullám csapott ide le autópára. Előzött meg ez a szalmaszállító jármű, de hát az utolsó sorbál az eléggé ingatagnak tűnik ott nekem. Illeg-billeg ott jobb oldalra meg. Hát az, hogy szórja itt a szalmát, nem tudom itt. Nem tudom otthon Magyarországon vagy Németországban mit szólnának ehhez, de itt úgy látszik nem probléma. Ti
kíváncsi leszek, megy előttem lassan egy tartály, az megelőzi, mekkorát fog rántani a szerkezetem. Nem értem, miért nem előzi meg? Hát engem megelőzött, és utána visszaáll erre a 80-as tempóra. Hát az utolsó sor megborul, akkor gyerekek, abból lesz kalamajka. Eléggé villegős. Meg van kötve, én úgy láttam, de hát az nem tudom, hogy mennyit számít ilyen szalmabála esetében. Hát reméljük. Ajjaj, billeg rendesen, személyautós, és nyomja a féket. Közben a szél is fúj. Gondolom az is hozzátesz egy kicsit. Meg a pótkocsinak a vége az úgy csapkod jobbra-balra. Hát reméljük. 3 km után hajts le az autópályáról. Reméljük nem lesz semmi kalamajka. Érkezünk Németországba. Sőt, már meg is érkeztünk. Átléptük a határt Saarbrücken városánál. Gyorsan mész. Azt mondja, gyorsan megyek. Igen, 52-vel megyek. 50-es tábla volt kirakva. Itt régen volt egy benzinkút. Vagy nem itt volt? Odébb? Ja, odébb. Ott van még. Igen. Itt a pálya mellett balra itt van lent egy autóhop, onnan át lehet sétálni Franciaországban. Amikor legutóbb ott voltam, akkor nem kellett fizetni a hopba. Ingyen lehetett parkolni. Németországban vagyunk. Katonai repülőtér, és most száll föl egy gép. De ez nem tudom milyen gép lehet. Polgárinak látszik. Ugye mi ez? Rammstein közelébe. Németország Rammstein közelébe járunk, és itt van egy légi támaszpont. És most éppen emelkedik egy nagy gép. Négy hajtóművel, hát lehetséges, hogy valami nagy Boeing. És fordul. Úgy fordul, hogy felénk fordul, hogy még lehet látni egy darabig. Igaz, hogy szépen emelkedik, de most még így oldalról talán meg tudjuk tekinteni. És hogyha valami esik, akkor az lehetséges, hogy hó formájába esne.
azért ez így nem semmi. Ja, valahol útépítés van, mondja a navigáció, és Németországban is vannak szép helyek. Figyelem, a 63-at, útépítés. Igen, pedig besek, állítottam a navigációt, hogy hova mennék. Igen, kicsit közelebb mentem a csíkhoz, már megint. Aha, igen, itt villog a... Villog a sárga nyíl, hogy... Ott a tábla, útépítés. Ja, nagyszerű. Tudja! Pedig mondom, be se kapcsoltam a navigációt, de úgy látszik, hogy amikor ráteszem a gyújtást, akkor ez automatikusan beindul, bekapcsolódik. Aztán érzékelte, hogy errefelé megyünk, és szólt, hogy itt errefelé útépítés várható. Jó. Ügyes. De szerencsére torlódás nincs. Szalagkorlátot javítanak a fiúk. És már vége is az útépítésnek. Yes. Oh dear. Elhúzott, nem tudom mennyivel mehetett, de elég gyors volt hozzánk képest. Én 88 km/h sebességgel ereszkedek itt a német dimbeg dombok között. Csak azért kapcsoltam a kamerát, hogy egész szép a környék. Nekem legalábbis tetszik. Hogy is vagyunk 63-as számú autópályára. Szemből Váber összes Volvo. A 63-as számú autópálya és Frankfurt irányába vágtatunk. Frankfurti repülőtérhez érkeztünk. És nem tudom, hogy mi van itt, kérem tisztelettel, az előbb egy kicsit esett a hó. De csak nézek, hogy itt sztrájkolnának a légirányítók, vagy mi lehet. Egyetlen egy repülőgépet nem láttam, se le, se föl. Délután 4 óra. 4 óra lesz 6 perc múlva. És hát nem, korábban régen egyszer már tapasztaltam ilyet. Réges-régen, de akkor az este volt. Igen, nagyon, nagyon este volt, és akkor sem láttam, és aztán valaki írta ahhoz a videóhoz, hogy nem is tudom, éjszakai órákban valamikor, nem tudom, most lehet, hogy butaságot mondok, este 10-től reggel 5-ig, vagy valahogy így a környékben élők nyugalma miatt repülési tilalom van érvényben. Lehet, nem tudom, ezt mondom, csak úgy rémlik. Rémlik, hogy hallottam. 300 méter után tarts balra. Meg van keveredve a navigáció. De mondom, ilyet még így napközben nem tapasztaltam, hogy egyetlen egy repülőgépet se láttam. Se leszállni, se felszállni. Na majd mindjárt benézek itt az épületek között, hogy mi van itt bent a placon. Ezek a parkolóház, meg a terminál közti járgány, az is ott áll fönt a pályáján. Az ott bedöglött? Lehet. És a placon is. Hát egy gépet látok ezen a beszálló akármin állni. Azon a beszálló folyosón, meg kettőt láttam kint a betonon. És passz. Semmi többet. Hát itt valami sztrájkféle lehet véleményem szerint, mert volt már ilyen nem egyszer, nem kétszer. Na, ott tessék, ott száll fel egy gép. Akkor mégse. Akkor téves.
Valószínűleg a másik irányból szállnak le a gépek, ha ez erre felé száll föl. Kövesd az utat több mint 8 kilométeren keresztül. Az nem kizárt, hogy egy A380-as. Elég nagynak tűnik. A repülőtér elhagyva, dugó nem volt szerencsére, úgyhogy nagy lendülettel megyünk tovább. Erre felé is szépen zöldül minden. Szépen zöldül ez a német táj. Van még vagy 30 kilométer, mire megállok éjszakára. A hőmérséklet az itt is elég alacsony, 7 fok, 7-es fokot mutat előnél. Úgyhogy éjszaka azért fűteni kell. De nem csak Magyarországon, itt Németországban is esik a hó. Az, hogy látszatja nincs, de esik. Innen még körülbelül 50 km a lerakó. Tehát itt kinéztem én egy autóhofot, nem megyek közelebb, mert benne még ugyan időm, de nem megyek közelebb, mert ott viszont már nem láttam sehol semmi jó parkolóhelyet. 300 méter után fordulj jobbra. Úgyhogy kimegyek én ide ebbe az autóhofba. Remélem ezen a lejáron kell oda kimenni, mert itt magát az autóhofot nem jelölte nekem. Igen, ez lesz az itt szemben. A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Ott van az autóhof. Ja. Megállok én itt, kerül amibe kerül. Legalább lesz hozzá valami kaja is. És akkor majd holnap reggel megindulok. 8 órára kéne odaérni. Összecihelődök 6-kor. A 8-ig csak odaérek. Újra tervezés. Nézzük csak, hol van ide a bejárat. Szerintem ez itt balra. 100 méter után fordulj balra, majd fordulj balra. És van itt mindenféle, lehet vásárolni, van itt mindenféle bolt. Óriási. A következő lehetőségnél fordulj balra, majd fordulj balra. Tök jó, következő lehetőségnél fordulj balra, majd fordulj jobbra. Ja, én itt most jobbra fordulok, mert megyek be a parkolóba. Szerintem itt kell majd fizetni. Újra tervezés. Fordulj vissza, ahol lehet. Majd az első utcán fordulj jobbra. Na, megérkeztünk. Aha, itt jön is. Jó reggelt kívánok! negyedik hónap 20-a van. Csütörtök reggel. Hát az a helyzet, hogy nincs meleg. De viszont elég hideg van. Most per hirtelen -2-t mutat, nem 3-at. Az előbb még 2-t mutatott, most már 3-at mutat a hőmérő. És ugye, mint mondtam tegnap... A következő lehetőségnél fordulj jobbra. Tegnap otthon esett a hó.
Azt mondja, hogy A66. Nekem az kell szerintem, mert arra felé rövidebb. 800 méter után hajts le az autópályáról. Újra tervezés. Másfél kilométer után hajts le az autópályáról. Igen, erre felé rövidebb. Arra felé 70 km lett volna, erre meg 50. Igaz, hogy erre hosszabb Bundesúton kell menni. De hát Istenem. Majd azon is túl leszek valahogy. Meg az úgy sokkal érdekesebb, mint hogyha simán csak az ember az autópályán megy. Fölmegyünk erre a pályára, aztán szerintem nem sokkal később le is kell róla jönni. Most már mínusz 4 fokot mutat a hőmérő. Nekem jutott eszembe, hogy nem mostanában van ez a fagyos szentek című időszak. De valami ilyesmi is van. És valahogy így tavasz elején. Nem tudom, majd aki ért hozzá, az megmondja. Gyanítom, hogy valami ilyesmi is közrejátszhat a dologba, vagy esetleg ez a fagyos szentek egy kicsit megcsúszott itt a klímaváltozás miatt. Kicsit korábban érkezett, vagy később. De nem tudom. Azt tudom, hogy Szervác, Pongrác, Bonifác, ők a fagyos szentek, de hogy az mikor esedékes, arról fogalmam nincs. Bok közé jövünk egyre magasabbra, mínusz 6 fokot mutat a hőmérő, és itt leesett a hó. Remélem, hogy azért a hóláncot nem kell elővenni, mert csúnya lenne április 20-án. Meg hát talán ma már nem is lesz különösebben csapadék, úgy látom, hogy szép derült az ég. Hát úgy érdekességképpen, hogy itt azért az erdőbe, meg a füves részeken, meg ott szembe a hegyen megmaradt a hó. Gondolom itt is tegnap eshetett, vagy az éjszaka folyamán esett. De elég szép fehér ott minden. Ennek a mezőgazdaságban nem nagyon örülnek, meg a gyümölcs termesztők, mert ugyebár ilyenkor már virágba borultak a gyümölcsösök, aztán megfagy, akkor nem lesz barack. Meg nem tudom még mi virágzik ilyenkor. Na nézzük, hova érkezünk. Megyünk be a településre, kikerüljük. A lerakodás megtörtént,
és megkaptam a következő munkát, hogy merre felé induljak. Még a konkrét cím még nem érkezett meg, csak hogy melyik irányba induljak. Az innen 142 kilométer, úgyhogy most arra felé elindultam. És onnan megyek Ausztriába. Úgyhogy ez még ehhez a fuvarhoz hozzá lesz rakva, mert hát itt ugyebár semmiféle érdemleges dolog nem történt. Úgyhogy most irány rakodni. Aha, most jött meg a pontos cím. Úgyhogy majd félreállok aztán. 300 méter után fordulj jobbra. Aha, igen, itt a navigáció tudja, hogy itt útépítés van. Ezt a következő lehetőséggel fordulj jobbra. Mutatja, hogy itt útépítés következik. 150 méter után az utca végén fordulj jobbra. Igen, és azt is tudja, hogy itt jobbra lehet csak fordulni. Fordulj jobbra. Úgyhogy itt nyugodtan megyek, mert arról nem jöhet senki, le van zárva a pálya. Az útpálya, hogy úgy mondjam. Közben lesz valami érdekesség, akkor jelentkezek. Mondjuk a reggelihez képest, a reggeli hőmérséklethez képest 10 fokot változott, úgyhogy most 5 darab Celsius fokot mutat a hőmérő. Hát ez sem valami hűde nagy duranás, de mégsem mínusz 5-6, hanem plusz 5. Hát egyelőre még kövess úgy az látszik, utat több mint 40 kilométeren keresztül. A virágok még fönt vannak a fán, a virágszirmok, hát aztán ki tudja, hogy hogy bírták ezt a reggeli hideget. De szép ez a német vidék is, ahogy fölértünk ide a dombra, de ott messze még fehérlik a hegytető. Majd mindjárt, ahogy fordulunk itt egyet jobbra, akkor talán látható lesz, hogy ott a nagy messze távolba igen komolyan havas még a hegy. Ja, pedig nem is vagyunk olyan hűde magasan, nem is tudom milyen magasan vagyunk, valahol írja pedig a navigáció, majd mindjárt megnézem. Ja. Azt mondja, 306 méter a tengerszint feletti magasság. 306 méter. Még itt jelzi a navigáció, hogy útépítés miatt plusz 13 perc a menetidő. Tehát az most annyira nem érdekes, meg 13 perc az annyira nem számít. Ja. Utolértünk egy mezőgazdasági szerelvényt. Ez valami trágyaszóró készülék lehet legalábbis, én már mintha láttam volna ilyet dolgozni. Hogy kinyújtja a csápjait így jobbra-balra, középen van a tartály, tele ezzel a folyékony trágyával, és akkor nyomja közvetlenül rá a földre. Sőt, láttam olyat is, ami így belemegy a földbe, ilyen nem is tudom, kis kapaszerű valamik, és akkor úgy egyből belenyomja a földbe a trágyát. Milyen széles gumia van már, azt a mindenit.
nem semmi darab. Mondjuk láttam már ilyen kamiongumit is a dupla kerék helyére csak egy felnivel rakják föl, és olyan széles, mint a dupla kerék, de egy darab felnin, egy darab gumi. Ez is valami hasonló megoldás lehet, gondolom. De hát nagyon széles, olyan széles, mint a dupla kerék. Ja. Itt is szép a német táj, a német vidék. Rimbek, dombok, zöldek, és itt viszont már csak egy fok van. Délelőtt 3:45-kor. Mondjuk itt már 660 méter magasan vagyunk, és onnan ereszkedünk lefelé. Na hát azért április 20-án délelőtt 3:45-kor 1 Celsius fok, az azért az elég kevés. Akárhogy is van. Nem tudom, hogy régebben is volt ilyen szélsőséges időjárás, tehát többen mondják, hogy nem igazán emlékeznek rá, hogy lett volna ilyen, hát én nem tudom. Én sem emlékszem, de mondjuk meg kell mondjam, gyerekkoromban nem is nagyon érdekelt, nem is nagyon foglalkoztatott a dolog, hogy most húsvét után például lehűl az idő, vagy nem hűl le, vagy mi van. Túl gyorsan mész. Úgyhogy nem emlékszem, lehetséges, hogy volt, csak éppen én nem emlékszem rá, mert nem foglalkoztatott a dolog. Aha, igen, itt van a sóderágy. Túl gyorsan mész. Hogyha valakinek a fék elmúlt, akkor ott meg tudja fogni a paripát, és nem száguldozik be a faluba, vagy városba, vagy mi van itt alattunk. Na, körülbelül ennyi lett volna a mondókám, a hozzáfűzni való itt a mai időjáráshoz. Gersfeld Rhön. Az a helység neve. Na, ez a lámpa zöld, a másik meg piros. Hogy vannak ezek itt összehangolva, emberek? Valószínűleg sehogy. Na, szerencsére útközben nem volt semmi torlódás, úgyhogy sikerült jönni, haladni, ahogy kell. Rövidesen érkezünk a felrakó helyre. Fordulj balra. Hát beállok én ide a kollega mögé, ha bár a jobboldali sávból is lehetne fordulni balra. De hogyha netán valaki ott jobbra akarna menni, úgy láttam, ő mehet. Akkor hadd menjen. Hát kíváncsi vagyok, hogy fogják megrakni a járgányt. Majd meglátjuk. Kérem tisztelettel, rakodás megtörtént. Hát egy kicsit elhúzódott a dolog, mert ez is ilyen szabadidő központ. És aztán fölrakták a motyót. Gondolom nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy papírtekercseket raktak fel. És aztán mentem be az irodába, ott a hölgy bevitte a gépbe. És hát kiderült, hogy egy kicsit sok lett, amit fölraktak, úgyhogy vissza kellett mennem kibontani újra, egy tekercset levettek, és utána kaptam papíruszt, most már jó a súly, úgyhogy kicsit elhúzódott, mert annyi, hogy most délután 5 óra van. Hát most megyek, az utat több mint 150 kilométeren megyek, keresztül. Ameddig idő engedi. És aztán meglátjuk, hogy meddig jutok, és majd holnap folytatása következik. Hát holnap valamikor megérkezek a lerakóhelyre. Úgyhogy
ez van. És annyi jó dolog történt, hogy itt, ahol volt a felrakó hely, itt volt egy, a szomszédban egy Tekra nevezetű ilyen gépjármű bevizsgáló állomás, és gyerekek, én ott vettem egy Umwelt plakettet, úgyhogy most már a német Umwelt plakett is itt vigyorog az ablakba, a szélvédő jobb sarkába, úgyhogy most már aztán mehetek Németországba is keresztül, Kasul nincs probléma, hogy Umwelt plakett kéne, és ujjujjuj, hajajaj. 5 darab eurót kértek ezért az Umwelt plakettért, be kellett vinni ugye a kocsinak a papírjait, forgalmi engedélyét lemásolták, kiállították a számlát a cég nevére, és 5 euró befizetése után megkaptam ezt a kis matricát oda az ablakba, úgyhogy most már ez is megvan. És most pedig len irány a havas és hideg Ausztria, de hát szerintem odáig én nem fogok eljutni, mert itt mutogatja nekem, hogy mindenféle útépítések meg problémák vannak itt út közben. Úgyhogy lesz itt baj, én úgy érzem. Most engem elkezdett előzni egy kamion, úgyhogy én most meg kell várjam, míg ő engem megelőz, és utána tudom én megelőzni ezt a előttem oly lassan haladó utánfutós szerkezetet. És rakodógépet húzza maga után. Ügyes. Na szóval, úgy nagy vonalakban ez történt, ez a helyzet. Holnap valamikor le kell rakodnom. Holnap péntek. Hát aztán az se kizárt, hogy már csak hétfőre kapok valami rakodást, akkor meg jó lenne haza surranni a hétvégére. Na már meglátjuk, hogy hogy alakul, hogy mikor tudok én lerakodni, meg mikor én rakodást fognak nekem találni. Még így péntek délután. De igazából szombaton mehetnék. Idő van bőven. Ugye múlt hétvégén szép hosszú pihenő megvolt. Most meg lehetne csökkentett pihenőt tartani. Hogy nem feltétlenül fontos nekem szombaton állni, de viszont, hogyha úgy alakul, hogy csak hétfőre lesz rakodás, akkor meg valahogy hazasurranok. Meglátjuk. Na majd holnap minden kiderül. Addig is, ha lesz valami érdekes, akkor bekapcsolódok. Lehet, hogy itt nem sokára visszakapcsolom a kamerát, mert egy elég szép helyhez érkezünk. Már igen régen jártunk erre. Kaufenbrücke, 52 méter magas, ha jól láttam. Az se rossz. Igen, itt csinálták ezt az új szakaszt egy pár évvel ezelőtt, és most már befejezték a javítását is, mert azt nem sokkal az átadás után itt nekiálltak, még valamit itt javítgattak rajta. Nézd már oda, 23,5 tonna a rakomány súlya, és úgy néz ki, hogy ezt az előttem haladó járművet, amelyik az előbb itt megelőzött, ezt meg kell előzni. Igen, hát nagyon úgy fest a dolog, hogy utol fogom én érni ezt a járművet. És ezzel a 410 darab lóval odaverünk neki. Ő neki nem is tudom hány pacia van, majd mindjárt kiderül. Egy Volvo 460. Ő neki van 460, hát akkor lehet, hogy egy kicsit több rakománya van. Mert sokkal több nem lehet, mert hát ezzel a 23600, nem tudom én mennyivel, ez is már olyan 39 tonna körül van. Ez súly, úgyhogy ő neki maximum 1-1,5 tonnával lehet. Hát a rakomány. Mondjuk teljesen mindegy, mert összsúlyban, össztömegben nem haladhatja meg a 40 tonnát, elvileg. Elvileg, ugye? És hát az az
egy tonna különbség az, az nem biztos, hogy ekkora. Hát egy 460-asnak egy tonnával több súllyal azért egy kicsit jobban kellett volna venni ezt az emelkedőt. Vagy pedig erre a járműre csak rá van írva az a 410, aztán lehet, hogy nem is 410 paci van ott a ménesbe, hanem egy kicsit több. Vacsora tudja. De úgy már többször mondtam, hogy, hogy ahhoz képest, hogy azt írja, hogy 410, ahhoz képest nagyon jó erőben van. És tényleg úgy vettem észre, így a eddigi emelkedőkön meg súlyoknál, hogy körülbelül ugyanazt tudja produkálni, mint a 440-es van, vagy éppen a 460-as DAF. És hát ezek szerint lenyomtuk a 460-as Volvo-t, és most egy magyar kamiont fogunk utolérni. Jól sejtem, ez a Bardul nevű cég, ez magyar. És valószínűleg őt is meg kell előzni, mert úgy tűnik, hogy lassabban halad, mint mi. Hála az égnek már befejezték az útépítést, mert itt nem oly régen, amikor utoljára erre jártam, az meg nem most volt, nem tudom én mikor jártam itt utoljára. Akkor azért itt még sávlezárások, meg terelés, meg egyebek voltak. Most itt egy 2 kilométerrel arrébb jelzi nekem az útépítést a navigáció. Na majd meglátjuk. De nézd már, ez is egy Volvo. Mercedes? Innen most meg nem mondom, lehet, hogy Mercedes. Mercedes lesz az. Na most váltott egyet fölfelé, és ő is 450-es. 450-es, ahogy láttam. És tessék, a Scania. Hát, meg kell mondjam, hogy így a erővel kapcsolatosan, meg úgy általánosságban is azt mondom, hogy betegszik. Betegszik a mannal, és hát a többieket pedig üti. Azt mondom, hogy jó, mondjuk Mercedes-szel még nem jártam. Azt nem tudom, hogy kényelmi szempontból hogy néz ki, mennyire jó, de a DAF-ot és a Volvo-t, amivel jártam, Volvo-t, az annál jobb. A mannal már kétségeim vannak, mannal kapcsolatban, azért jól érzem magam abba is, jól éreztem magam, meg jól érzem magam ebbe is. Úgyhogy itt már ugye az jön, hogy kinek a pap, kinek a paplan. Úgyhogy itt már ez a verzió jön. Már csak szájíz kérdése, mert szerintem közel azonos színvonalon mozog mindkettő. Legalábbis az én ízlésemnek megfelelően. Na jó, túl sokat dumáltam már. Na itt is valami komoly építkezés folyik. A Spessarti fogadót elhagytuk éppen. És itt nagyon belefogtak. Vagyis hát folytatják, mert ott a másik, ahol jöttünk korábban, ott már ugye befejezték, de itt most megint valami újabb találmányon dolgoznak, és hatalmas nagy mennyiségű földet, meg követ, meg mindent mozgattak itt, meg úgy látom. És valószínűleg valami új, vadi új vonalon fogják vezetni. Nézd már, itt van még egy Bardul kamion. Egyet már megelőztem. Akkor nem, hát nem előzött vissza, akkor ez egy másik. Kollégák itt mennek egymás után. Csí, toronydarú hegyek. Az igen, itt meg viaduktot építenek. Ja, valami teljesen új útpályát fognak itt csinálni, úgy látom. De ahhoz képest, hogy itt útépítés van, egész jól haladunk, gyerekek. Ez meglepő. Na majd kíváncsi vagyok, Würzburgnál mi lesz. De ott is azért igen nagy az építkezés. És ott szokott lenni olykor
régebben legalábbis, meg ahogy a kollégáktól hallottam, ott azért elég sűrűn előfordul némi torlódás. Megérkeztünk Würzburg közelébe az építkezéshez, és hát mint látható, igen, itt a szokásos torlódás, és innen úgy látom, hogy ott a fölüljáron meg állnak is a kamionok, meg az autók, úgyhogy nem csak hogy lassan megy a haladás, hanem ott az emelkedőn ott állnak, vagy nagyon-nagyon lassan haladnak. Szembe ott, azon a lakótelepen, milyen szép lehet a kilátás onnan föntről. Gondolom, hogy ott azért megkérik az árát az ilyen északi fekvésű lakásoknak, amiből így rá lehet látni a völgyre, meg Würzburgra, meg mindenre. Érdekes, hogy ott állnak, itt mi még haladunk szépen lassan, de azok ott teljesen állnak. Vajon mi történt? Miért kellett ott ő nekik megállni? Csak nem baleset történt. De ott az eleje meg mintha menne. Ja. Hát teljesen fölösleges itt nagyon megereszteni, mert úgyis meg kell állni ott a lejtő alján. Hát, amerikai szörnyeteg jön itt bal oldalon, rendszám nélkül. Úgy látom, ott ezeknek a lépterelőn, a spoileren ott van valami szám, az lehet az azonosító számuk. A rendszám az nincs se a pótkocsin, se a pontatón. Ezt mondom, hogy fölösleges lett volna itt ennél gyorsabban ereszteni a paripát, mert itt mindjárt meg kell állni. És haladnak az útpálya építésével, haladnak már. Már ott a viadukt szerkezetileg már kész. Mi van itt? A belső sávban megállt egy személyautó. Csinálja a staut. Valaki lerobbant itt a belső sávba, hát ez csodálatos. Na, gyertek gyerekek, gyertek, kerüljétek ki. Cső, mi lesz itt? Ez kemény. Ez itt megkotlott, hát az gyönyörű lesz. Azt a mindenit. Eddig is volt torlódás, de most meg aztán... Azt a mindenit. Hát itt nagyon-nagyon haladnak az építkezéssel, úgy látom. Az új viaduktot már szépen szerkezett készre csinálták. Ez a környék is szép, jól néz ki. Szépen hátulról süt a nap. A lemenő nap. Naplemente azért még megvilágítja itt a szembe lévő dombokat. Nürnbergtől délre járunk itt a Limbeck dombok között. Jó reggelt kívánok! 2017. 4. hónap 21-e van. 6 óra 10 perc. Hát tegnap itt sikerült megállni, nem csináltam videót. Ki is ment a fejemből. Mert itt egy Waderelszes kollégával találkoztunk. Nevezetesen Pap Jancsival, aki itt van mi ezzel a Volvóval.
itt sikerült megállnunk tegnap este, mármint ő neki, itt sikerült megállnia. Megcsináltál mindent, faszom. Meg is ellenőriztem, úgyhogy... Nagyszerű. Ha nem bánod, most ment a videófelvétel, vagy megy most is. És semmi volt. Ha nincs ellene kifogásod, benne lesz. Oké, oké. Okay. Szia, na, Zoli, jó utat! Szép napot, minden meg jó. Meg remélem, mi hamarabb találkozunk még. Ja, hát majd, biztosan. Ahogy ez is összejött, majd összejön. Zelló a barátunk. Szia! Na, ciao, szia! Jancsi is használja ezt a Zelló nevezetű internetes CB rádiót, és így sikerült összefutnunk itt tegnap. Ő jött Ausztria felől, én meg megyek Ausztria felé, és hát ugye este már tragikus a parkolási helyzet itt Németországban, mondhatni lehetetlen dolog parkolni. Parkolóhelyet találni, úgyhogy én megpróbáltam Regensburgnál megállni az autóhópba, de nem volt hely. Se a környező ipari területen. Úgyhogy eljöttem idáig, ez a Rosenhof nevű hely, autóhof. És itt sikerült találnom nekem is egy helyet, meg Jancsit itt a parkoló őr, vagy hogy mondjam, ide irányította erre a helyre, hogy itt akkor maradhat éjszakára, úgyhogy így sikerült őnek is leparkolni, meg hát sikerült összefutnunk, találkoznunk. Nagy vonalakban ennyi, úgyhogy most irány Ausztria. Már megint Ausztriába érkezünk, Szuben közelébe. Nincs túl meleg még mindig, plusz 1 fok a hőmérséklet, és reggel induláskor mínusz 3 volt. Úgyhogy most valahogy bejött ez a hűvös idő. De viszont szinte teljes szélcsend van. És a nagy vasakat hozzák, viszik össze-vissza. Hatalmas nagy gépek. Ah, nincs oda busz a túloldalon. Kapcsolva a távolságtartó tempomat, úgyhogy most annyival megyek, amennyivel az előttem haladók mennek. Így ők határozzák meg a sebességet, és itt vége is a 60-as korlátozásnak. Na most kimegyek én itt megitatni a lovakat, mert AdBlue-ból is már a végét járja, meg üzemanyag is eléggé csekély mennyiség van, úgyhogy adni kell neki. Megérkeztünk a bécsi elkerülőre, az A21-es számú autópályára. És hát hallottam, hogy több mint 30 kilométeren keresztül. Itt valamelyik nap lezárták, mivel hogy ugye nagy komoly havazás volt. És hát ezen nem is csodálkozok. Hát elég jó kis hó van még mindig az út mellett félretolva. Meg itt már egy ideje, amerre jöttem. Igen, igen, fehér volt a táj. Így hirtelen leesett, vagy
20 centi hó biztos. Azt mondják, hogy mindenkit betereltek Bécsbe, mert itt ez a 21-es számú autópálya le volt zárva. Na mostanra viszont már szépen el van takarítva minden. Száraz a pálya. Itt bizony még tél van. Legalábbis a látszat azt mutatja. Meg egy-két helyen a fákat is igen-igen megviselte ez a havazás. Gondolom rátapadt a faágakra, levelekre, aztán össze-vissza dőltek, itt amott lehet látni. Április, mondhatni már lassan a végén, azért ez érdekes, igen. És ez nem csak itt fönt a hegyen volt ez a havazás, hanem Magyarországon is mondhatni szinte országos méretű hóesés volt. Bécs városához érkeztünk, vagy legalábbis a közelébe, de a bécsi lejtő, vagy éppen a másik irányból emelkedő. És még itt is elég szépen havas a táj, habár itt már plusz 7 fok a hőmérséklet, hogy rövidesen el fog olvadni. Szépen rá lehet látni a városra, nagy épületekre. Még arra lent is olyan fehér dolgokat lehet látni, hát hogy az most hó, vagy csak simán fehérek az épületek, azt nem tudom. De mező az zöld, hogy akkor ott lent már nincs hó. Ja. Ha, nézzünk oda! Ezek szerintem kárteres kamionok voltak, mert úgy látom, hogy Euro 5-ösök, hogy ezek a leadott kárteres kamionok értékesítésre várva. Na kérem, rövidesen ott vagyunk a lerakóhelyen, úgyhogy ha nem történik útközben semmi érdemleges, akkor itt a fuvar vége. Mindenkinek további szép napot kívánok a viszontlátásra!